Csácsúmi csöltészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, kipör jelentkezik a következő Farming Simulator videóval. Ó, oh, ez annyira a nyelve, mert a gyerekek, hogy azt komolyan mondom, már bemegyek a közérbe, azt így köszönök be. Hogy a csácsobi csörtészt, a csokolád és a szeretnék egy kiló kenyeret, és indul a farming szimulátor. Na, többek között erről szerettem volna beszélni veletek, ez egy ilyen vlog videó lesz, igaz, hogy fészke, egy fészke vlog videó, de úgy voltam vele, itt kint a kertben üldögéltem, és akkor iszogattam a nem sörömet, hanem a málna igen, szó szerint málna szörpét iszogattam, és azon gondolkoztam, hogy kellene csinálnom nekem egy ilyen videót, mert szerintem ti is észrevettétek, hogy az utóbbi időben nagyon ö, így kevesebb videó. Az utóbbi egy hétben talán három videó került fel, vagy kettő. Ami nem nagyon van rám, mert legalább egy szokott lenni minden nap. És ennek az egyik oka az, hogy például ö, azokat a játékokat, ki mondom, keret nem unom azokat a játékokat, amiket játszom. Viszont jó lenne valami újdonság és jó lenne, hogyha ajánlanátok nekem olyan játékokat, amik jók. Írjátok le a címét, én ránézek, és hogyha tetszik, akkor ki fogom próbálni. Lehet, hogy már játszottam benne, de lehet, hogy jó ötletet adtok ezzel, hogy leírjátok, hogy hú, azzal kéne játszani. Én is nagyon nézegetem, hogy, hogy mivel kellene. Jó lenne valamit kicsit így elrugaszkodni más témába is. Ja, és azt hozzátenném, hogy Farming Simulator mindenképpen lesz, MTA is mindenképpen lesz. Nagyon élem ezt a Farming Simulator amerikai mapot újlakra is valószínűleg visszatérünk, viszont Az MTA-t is nagyon bírom, csak ott az a baj ugye, hogy ö, Általában jó, hogy délelőtti órákban érdemes játszani vele, mert 286-an vannak fenn Este is úgy lagol a szerver, meg minden, mint az Őrül, tudjátok sok mod, meg ilyesmi ö, Igen, szóval ezek lesznek, csak szeretnék behozni új sorozatokat ö, Igen Léci, írjatok, jó? Valamit akartam még mondani Soha nem csinálok jegyzetet, meg még ráadásul nem is nagyon szeretem össze a gondolataimat, miről akarok egy kicsit bekeveredek. De igen, a csatorna jövőjéről talán arról akartam még beszélni, hogy mik lesznek rajt. De igazából ez tőletek függ, hogy milyen játékcímeket fogtok írni. Uh, igen, azok lesznek, amik eddig voltak, meg még lesznek esetleg olyanok, amiket írtok, és nekem nagyon megtetszik. Meg, ja, meg lesznek szerelős videók, ventós uh, videókat is bírjátok, azok is valószínűleg lesznek. Sőt, tudja, hogy lesznek, mert rendeltem, uh, képzeljétek, Hátsó szárnyat a Ventóra. igen, kapni fog egy hátsó szárnyat a kicsike, meg ilyen küszöbb toldatot ö, vettem rá. Hát ilyen idézőjeles küszöbb spoilert, de nem mondanám spoilernek, mert igazából nem az, de az. Nem tudom, hogy ez most ez igen vagy nem. Igazából egy ilyen olyan dolog, ugye, tudjátok, a ventónál, most ezt gyorsan kitérek rá, hogy Ugye, az előző gazdája a küszöböt, a fém küszöböt, ami elvileg fehérnek kéne lenni, azt feketére lefújta, mert mit tudom én, megpattogott rajta festék vagy akármi, és ő úgy gondolta, hogy fekete festék van hol hát lefújjuk feketére, ami nem túl szép, és arra gondoltam, hogy két lehetőségem lett volna, ugye, vagy fehérre um, újrafényeztetem, ami nem kicsi munka és nem kevés pénz sem, mivel ugye, gittelni kell, szórógít, csiszolni, akkor utána felületkezelni, festeni, lakkozni, minden, ugye ez nem, nem olcsó. Ö, meg hát igazából akkor egy gyári állapotot kaptam volna vissza, viszont ugye kitaláltam azt, hogy veszek rá küszöbb ilyen toldatot, ilyen spoiler-szerűt, ami ugye gyakorlatilag az ajtótól, az ajtó alsó vonától így rátakar ugye a küszöbre, az egész ez egy műanyag dolog, és még, még ráadásul jól is néz ki, mert ugye alapban ilyen íves, a Ventónak a, a küszöb része, viszont ez ugye ez egyenes lesz és így behajlik a... meg fogjátok látni, szóval lesz a szerelős videó jövő héten mindenképpen, meg, meg valószínű, hogy a szaszát rá tudom venni erre a dologra, hogy csináljunk még ilyen cruisingos zenés videót, akkor még arról is lesz. Júi, azt is akartam mondani, gyerekek, esetleg, tényleg, basszus, most jutott eszembe, hogyha valakinek van Zala körny az környékén, hogyha nem tudom, láttátok-e azt a videót, azt a cruisingosat, azt a zenéset, ide belinkelem, jó? Ne, lehet, hogy elfelejtem. Na mindegy, megpróbálom ide belinkelni, hogy ha nem felejtem el, akkor hogyha valami hasonlóba szeretne ez valaki olyan szerepelni, aki Zalegeszek környékén, vagy itt ezen a Kesszály Zalegeszek ö, nagykanizsa, há, bermuda háromszögbe itt leledzik, vagy pedig esetleg ha messzebbről akar jönni, az se baj, és van valami nagyon szuper kis kocsija, mm, szuper kis kocsija, azt akarom mondani, hogy, hogy ne egy stock ö, Suzuki Swift legyen, érted, mármint ne egy alap, akkor, és szerepelni szeretne ebbe egy ilyen videóba, akkor az nyugodtan jelentkezzen, és akkor ö, Megoldjuk, megpróbálunk egy összeegyeztetni és akkor csinálunk egy jó kis cruising videót. Na, ö, még mit akartam mondani? Ja, szerelés lesz, cruising videó lesz, meg ilyesmi. Ja, azért is csináltam ezt a videót, megmondom őszintén, srácok, mert kezd egy kicsit a kommunikációk köztem, és köztetek így lanyhulni. Mármint ö... nagyon régen volt vlog, én nagyon szeretek vlogolni, mert akkor ugye egy kicsit így így... Igaz, hogy én beszélek, de akkor is közelebb érezlek benneteket magamhoz. És ja, jó lenne, hogy ezt fenntartani, hogy egy kicsit ko kommunikálni tényleg. Örülök neki még mindig nagyon sok olyan ember van, aki a kezdetektől követ, és szokott kommentálni, és mindig nagyon tudok örülni nekik, amikor látom, látom ezeket az embereket, és. és a ja, több kommunikációra lenne szükség, ugye. Nem tudom kicsit, kicsit én is elvesztem most az utóbbi hetekbe. Meg főleg ugye, hogy mindig ugyanazokkal a játékokkal játszom. Ezért egy kicsit így nekem is a, a, a lelkesedésem alább hagyott. Viszont ö, igen, meg sok dolgom is volt. Most tudod, tudjátok, csinesítgatom a ventót, de arról is majd mindig lesz videó. Meg igazából mindig is volt, csak lehet, hogy arra nem annyira vagytok fogékonyak, meg hogy a nagy közönség. A nagy többsége inkább a, a, a nem azt arra kíváncsi, hanem a gameplayekre. Szóval nem tudom, hogy beleférte be Elnézést. Belefértem minden ebbe a kis videóba. Az a lényeg, hogy akkor segítsetek nekem, írjatok játékcímeket, amik szerintetek nagyon szuperek és nagyon tök jók, nekem tetszenének. Tudjátok, azért nekem eléggé változatos ízlésem van. Ö, vagy pedig igen, igen, meg, meg, ja, meg hogyha, ja, rakok le egy e-mail címet. Arra ez esetleg. Az autós videóban valaki jelentkezne, akkor az e-mail cím lent a leírásba és akkor arra írjon, hogy milyen kocsi van esetleg, egy képet küldesz róla, hogy tényleg az írjon, aki komolyan gondolja, és akkor egyeztetünk, megbeszéljük egyik szombaton, még tök jó idő van, és akkor nyomunk egy cruising videót egy este, vagy este fele, egy éjszaka, vagy akármikor, és csinálunk. De mi ez a durva, hogy valamikor hófehér az arcot, kipör, mint a pavvalaga, valamikor meg piros, mint az. Kicsit a white balance nem nagyon működik ezen a kamerán. Ja, jó van, srácok. Nagyon szépen köszönöm a, figyelmet, ezt nézzétek, ezt a kutyán, ezen mindig rölgök, amikor meglátom, most ezt meg kell mutatnom nektek. Oda nézzé, hát ez, mindig sírok, amikor, hanem ez mi, mi, ez? Hogy néz ez a kutya, te Jézus Isten? Ja, nem tudom, most itt megláttam, de te ugye ide rakom a kezemet, akkor hirtelen fehér lesz az arcom. Uuuuh, Na jó van. Ennyit akartam, azt ez is, ezt is már jó sokáig itt eldumálom. Köszönöm szépen a figyelmet, írjatok bármit nyugodtan. Megprób Megpróbálok. Sőt, azt mondom, hogy ez, ez alatt a videó alatt minden kommentre fogok válaszolni, akármit írtok. Nyugodtan lehet az negatív kritika, pozitív kritika, bármi. Egyébként ott mi van a háta mögött, mi az valami, ki, hó vagy mi. Uh, igen, és köszönöm szépen az észrevételeket. Na jók legyetek, csácsomi és sört a traktor traktorkerék. Mutattam ezt a traktoros. Pólód, király, mi? Bunditól, Big Daddytől kaptam? Yeah...